A hazai lakosság 3%-a 1600 településen él szegregált telepeken, rossz lakáskörülmények között elzártan. Azokon segített a komplex telep program, akik partnerek voltak abban, hogy változtatni szeretnének életükön, mondta a fórumon a helyettes államtitkár. A telepeken élők különböző képzésekbe kerültek be, akik elvégezték azokat, munkához is jutottak, de a mindennapos problémáik leküzdéséhez is segítséget nyújtottak számukra, sőt figyelmet kapott egészségi állapotuk is, hiszen nem járnak szűrésekre. Az uniós támogatású programot sikeresnek nevezte Langerné Viktor Katalin. Látjuk, hogy a települések, akik elkezdték a felzárkózási programokat, lehetőségként élik meg, és egymás után megvalósítják. Ott bizony az emberek munkába állnak, ott az emberek a saját kezükbe veszik a sorsukat. Tehát a legfontosabb, és azt gondolom, hogy a fenntarthatóság, amiről szoktunk beszélni, az tulajdonképpen az, amikor ezek az emberek a saját kezükbe veszik a sorsukat, és a saját boldogulásukat próbálják intézni. A projektet a Tőr István Képző és Kutatóintézet gondozásában valósították meg. Többek között Besenyőd, Beregdaróc, Encsencs, Gáva-Vencselő, Tisztalök és Nagyecsed önkormányzata is pályázott. Utóbbi település mintegy 140 millió forint támogatást nyert nálunk a programban az egyik elem biztosított arra a lehetőséget, hogy a automata mosógépekkel mossa ki az ott lakók a szennyes ruhájukat, kölcsönözhessenek olyan ház körüli eszközöket, fűnyírót, motoros kaszát és a többit, amivel a környezetüket tehetik szebbé. De például említ, emelgetnék egy másik nagyon sikeres modulunkat is, hogy egy fodrász üzletet alakítottunk ki a közösségi házunkban, ahol két romalány foglalkozott a gyerekekkel és felnőttekkel a mindennapos higiéniai ügyekben, nyújtott nekik szolgáltatást. És ezek azok a programelemek, amik azonnal hasznosultak. A legtöbb önkormányzat folytatni szeretné a programot, hiszen az, mint mondták, beágyazódott a település életébe. Jelenleg uniós finanszírozásból 55 településen van telepprogram, 2400 érintett bevonásával. Langerné elmondta, az integráció tovább folytatódik 240 cigánytelepen, és ugyanennyi telepen a lakhatási körülmények javítását is tervezik.